Januári felvételek a nyíregyházi Ószőlő utcában. A rossz minőségű úton évekig kerülgették a kátyúkat az autósok. Az érintett szakasz felújítása március elején indult, a munkálatok miatt pedig a környező főutakon alakult ki jelentős tollódás a csúcsidőszakokban. A Csalóköz és a Garibaldi utca közötti szakasz június elejére készült el, a burkolat mellett a patka és a csapadékvízelvezetés is megújult. A Garibaldi utcától egészen a Csalóközig 882 méter hosszan megújult az Ószőlő utca, ezzel egy régi vágya teljesült az itt élőknek és az erre közlekedőknek, hiszen egy olyan forgalmas útszakaszról beszélünk, amely óvodákhoz, iskolákhoz, egészségügyi intézményekhez vezet, így most már ezen biztonságosan lehet közlekedni. Nagyon örülnek neki az itt élők, és bízom benne, hogy az eddigi fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban történtek, mind-mind-mind a közlekedés biztonságot és az itt élők jobb körülményeit, biztonságát szolgálják. A bejáráson elhangzott az Ószőlő utca mellett Sóstó fürdő két legforgalmasabb útszakaszainak felújítását is befejezték. Ez mindösszesen a három együtt 620 millió forintba került, és hát annak a programunknak az újabb szakasza, folytatása, amire még szükség lesz a következő években is, hogy Nyíregyháza nagyon-nagyon leromlott útrendszerét teljesen biztonságossá téve, ugye itt piros zebrák is létesültek, felújítsuk, és ennek célja a közlekedés biztonságának az erősítése, meg a folyamatosságának is, meg hát egyáltalán a közlekedés az ember életéhez hozzátartozik egy ilyen nagyvárosban, és meghatározza mindennapjait is. Ez pedig már az említett Fürdő utca. Ez Sóstó gyógyfürdő egyik legforgalmasabb pontja. Ezért nem csak a helyiek, hanem az ide érkező turisták miatt is fontos volt a rossz minőségű utak korszerűsítése. A Kemecsei úttól a Venyige utcáig több mint másfél kilométer, a rámerőleges Berenát utcán pedig közel 900 méter hosszan újítottak fel. 2,5 kilométer hosszú útszakasz a kettő együttesen, teljes útfelújítás történt, teljes csapadékelvezető rendszer felülvizsgálata és megújítása, illetőleg a Berenát utcán végig a kerékpár út is megújult, és egy icipicit sikerült szélesebbre is varázsolni. A két városrészben megújult több mint 3 kilométeres útszakasz felújítását 620 millió forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozta az önkormányzat. A Berenát utcai kerékpárút korszerűsítését pedig saját forrásból kivitelezték.